Jó reggelt, napot, estét mindenkinek, akikkel még nem találkoztam, azoknak boldog új évet, ugyanis január 22-e van, 2022, és itt az év első versenye, a Fudget Winter Race, tehát megkezdünk egy újabb, remélem versenyekkel tele évet. Hogyha akarod követni, hogy 2022-ben milyen versenyekre jutok el, akkor megkérlek, iratkozz fel a videó alatt található piros gombot megnyomva. Tartsatok velem, ne csak most, hanem egész évben. Megyek és kiveszem a rajtszámot, mert ugye az nélkül nincsen verseny. Merci mód. Megvan most már a rajtcsomag. Nézzük meg akkor, hogy mit kaptunk. Itt eddig nem mondtam, az az, hogy kint van egy kellemes mínusz 7 fokunk, úgyhogy fázni nem fogunk. Sár nem nagyon lesz valószínű, ezért most itt az autóba fogom bemutatni a rajtcsomagot, ugyanis még van egy óra rajtig. Akkor nézzük, hogy az év első versenyén mit adtak. Először is a rajtszám ugye, ami nélkül soha nincs verseny, 202-es szám, van egy limonádé, kaptunk egy könyvet, Secretele unei vieci új mitoare, és természetesen a versenypóló. Egyszerű, de néha kevesebb több. Ez a versenycsomag, itt nem mondtam, az az, hogy itt vagyok Kolozsváron, ez az év első versenye, ebbe a kellemes mínusz 7 fokba, egy 21 km a Fudget Winter Race. Terveim nincsenek, egy jót szaladni, így év elején hó van, úgyhogy a táj gyönyörű lesz, mindenféleképpen tartsatok velem, hamarosan rajt. Itt van Péter is, a maszk alatt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El is indultunk innen a Kolozsvár melletti hortelepről. Hát itt egy picit még, mint látható, jeges, de hát vigyázunk. Aztán kísérünk az erdőbe. Ott már remélem, hogy nem lesz ilyen jég. De most már megszabadulok a maszktól, és akkor menjünk előre. Kértünk a sporttelepről, még mindig a város mellett vagyunk, tempászak látszódnak, hát végül is az egész verseny itt lesz a város mellett. Már nincs annyira reggel, mert 11-kor rajtoltunk, napocska ott fák közt látszik. Hát kellemes, hideg is így futva elviselhető, az értyájban nálva kegyetlen volt. Másfél kilométerre indultunk el, de még mindig felfelé szaladunk. Péternek nagy a pulzusa. Igen, megnőtt az utóbbi időben. A Viodói lefele ment, a Vio2-ös lefele ment, és a pulzus felfele. Ez így megy. Szóval megnőtt a pulzusa is, és sétáltunk egy keveset, de nagyon kellemes. A hőmérséklet is lehet azt mondani. Nem melegebb, de akkor a hó olvadna. Ajjajjaj, nagyon fog ezt csúszni. Ne, gond nélkül. Megvan, és fordulunk balra. Az év első versenyének eddig tökéletes. Volt idő, mikor nagy hó volt, volt idő, mikor nagy köd, nem láttál semmit, még magadat sem. De most 2022-re minden összeállt. Most éppen lefele szaladunk, de érünk ki, előttünk balról Kolozsvárnak a látképe, hát a ködbe burkolózott látképe. Nem tudom, hogyha látszik, de talán elkezdett havazni, bravo. Hát nem tudom, hogyha látszik, de hogyha nem, akkor higgyétek el nekem. Most már azért határozottan jobban látszik, hogy havazik. Hoppá!
itt beszélgetünk Péterrel, és ez az ereszkedő nagyon meglepett, hogy ilyen meredek. A hó az továbbra is hullik, most már egy picit kellemetlen, mert hozzá szembe, de úgyis hangulatos, nézzétek. Itt is vagyunk 5 kilométernél, 37 perc és 26 másodperc alatt, és ez alatt 235 métert emelkedtünk. Hát az történt, hogy másfél kilométerrel visszafele egy nő térdét, azt nem tudjuk, hogy pontosan mit csinált vele, és ott körülbelül egy-öt percet elidőztünk Péterrel, próbáltunk segíteni neki, meg is érkeztünk az első frissítőponthoz. Szervusz! Na szóval, volt ott egy kevés időveszteség, de hát nekünk ez annyira nem számít, mi soha nem a dobogóért harcolunk. Hi Claudio, hi, bravo! Hát, emelkedünk felfele ismét. Ereszkedünk befele, és egy kis patak szegi utunkat, de hát ezen gond nélkül, hoppá! Átmegyünk. Gyere Péter! Itt most a teret nem a legkönnyebb lett. Terepfutók egyszer megbírkózni. Hoppá! Na, én sikeresen átkeltem, Péter is, megyünk előre. Megkezdtük az ereszkedést, 7 kilométer és 376 métert emelkedtünk, tehát valahol az emelkedés olyan felénél, hogyha vagyunk. Hajrá, hajrá! Szia! Itt megyünk balra. Merci! Ez történt itt, ahogy 8 kilométernél. És még mindig lefele. Hát itt ereszkedünk lefele, de az az igazság, hogy nem könnyen, mert nagyon meg van fagyva, és eléggé gajas is. De hát óvatosan a lábunkat az év első versenyén ki ne törjük. Jövegettünk. És amint látjátok, megfagyott a bajszom, úgyhogy ez azt jelenti, hogy bizony, azért még hideg van. Azt történt, hogy lemerült a kamerám, közben meg lett 10 km, 1 óra 13 perc volt, és 395 métert emelkedtünk. Na. Péter fogja a fejét, mert azt hiszi, hogy végig lefele szaladunk, de na most azért emelkedünk, mondjuk még kell emelkednünk, mert 406 méter van eddig, még van körülbelül egy olyan 350. Terep az annyira nem lett meg, mert azt hiszem harmadik, negyedik éve szaladom, minden évben ezzel indítom a versenyzést, hogy tudom, mi vár rám, csak minden évben meglepődök. Szerintem látszik. Nézzétek, napsugarai milyen szépen besütnek a fák közt. Hát amit én nem mutatok meg, azt Péternél megtaláljátok. Körülbelül most értünk fel ennek a körnek a tetejére, és most nagyjából lefele fogunk szaladni egészen a kis patakig, ahol meglett a 10 kilométer. És onnan már tényleg nagyon kevés lesz hátra. Úgyhogy ezt már bírjátok ki. Az idő az kellemes futóidő, de persze téli körülményekhez viszonyítva, és így is öltözve. De tök jó minden. Haladunk lefele, de nagyon kellemes. Itt, hát ez a téli erdő, tudjátok mi. Nézzétek! Piros volt a paradicsom, nem sárga, Magyarország előre megy, nem hátra.
Körös lett a paradicsom, nem sárga. Péter és Tihomir előre megy, nem hátra. Most egészen a patagig ilyen kellemes kis ereszkedünk lesz. Látjátok ti is, hogy itt nem épp a legkönnyebb lefele ereszkedni. Eléggé csúszik is, kövek is meg vannak fagyva. Pétert a hátam mögött láthatjátok, hogy hogy egyensúlyoz. Hát ő még élvezhető, szerethető. Gyertek télen is futni. Higgyétek el, téli futás csak addig nehéz, míg kijesz. Utána pont olyan élvezhető, mint nyáron. Sőt, talán még egy picit én jobban is szeretem. Ha megvan a megfelelő öltözet, hoppá! Akkor semmi akadály nincs. És vissza is értünk. Vagy nem? Hát itt meg kell másznunk egyet. Úgyhogy még nem értünk vissza a patakhoz. Majd ezután. Nézzétek, milyen szép lett. 12 óra, 1 óra inkább magasságában kisütött a nap. Hát gyönyörű. Nézzétek. Megvan 15 km, 1 óra, 50 perc alatt és 618 méter a szintemelkedés. Tehát még van egy 6 kilométerünk a célig. Már megvan a hangulata. Szóval jövőre gyertek és nevezzetek. És most érünk a leges kis patakhoz. Itt lett meg a 10 kilométer. Arra fele mentünk. Megvan a kör. Itt ezen átugrunk. Nézzétek. De szép. És nem is szakad be. A célig van még 3-4 kilométer. Salut, merci. Felértünk ide az útra. Merci, Mót. Hát, lezárták nekünk az egészet. Itt van ez az emelkedő, ahol lejöttünk, és arra fele van a... Látjátok, kisütött a nap. Lassan azt kell mondjam, hogy még meleg is van. Nézzétek, mintha egy hóágyúzott sipálya lenne. Jobbról nincs hó, balról nincs hó, de az úton van. Hát ez szánkózni, futni is nagyon kellemes. Nézzétek, a dombon tavasz van, itt pedig még javába tél. Van egy frissítőpont 17 kilométernél, most már minden táv errefele megy. A 7 kilométer, a 15, illetve a 21 is. Merci! Oh. Szinte kisodródtál. Hűha. Eléggé meredek lesz. Kijöttünk az erdőből, és most, hogy a vég előtt még jól érezzük magunkat, persze most is jól érezzük, kapunk egy kevés aszfaltot. Ennyi volt az aszfalt, most jön egy emelkedő. Még a vége előtt jó kis mászás. Jó napot kívánok! Hajrá! Hogy van? Jó, jó! Hát még mindig felfele megyünk, merci! Úgyhogy még van egy kevés. Merci! Bravo! Szóval végére kérnék. Talán ott elül megszabadulunk ettől az emelkedőtől. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mikor felérek oda. Nézzétek, milyen helyre értünk. Milyen szépen látszik minden innen. És mi arra folytatjuk a ereszkedést.
szél az egy kicsit felébred, de még messze nem annyira kellemetlen, mint itt lefele szaladni, mert eléggé egyenetlen a talaj, ahogy látjátok ti is. Hoppá! Most már belül az utolsó egy kilométeren. Most már bal felül a fák közt látszik a cél, ott a piros kapu, nem tudom, hogyha innen látható. De egyébként a sporttelep az igen. Merci, Sosvár. Lehet azt mondani, hogy itt a vége. Eléggé gyeres, úgyhogy itt kell vigyázni. Errefele mentünk, most onnan jöttünk. Már itt vagyunk, csak nagyon csúszik. Hogy? Úgyhogy ez már a vége. És szigáta. Itt a vége. Felicitări. Merci. Felicitări, bravo. Péter is, én is épségbe beértünk, úgyhogy megpihennek, és akkor egy rövid összefoglalóval jelentkezem. Felvettem a kabátot, hogy ne fázzak meg, tehát akkor egy rövid összefoglaló. 20,87 kilométer jött ki, összesen volt benne 847 méter emelkedés, és 2 óra 29 perc 27 másodperc alatt sikerült, de a hivatalos időt azt ide amúgy is be fogom tenni. Hát évnyitó versenynek én azt hiszem ez a félmaraton egy tökéletes verseny volt. Volt hó, de nem akkora, hogy ne lehessen szaladni. Volt hideg, de pont akkora, hogy ne legyen nagy sár, sőt, sem ekkora sár nem volt. Voltak részek, ahol csúszott a talaj, de hát ez ellen nem lehet semmit tenni, hogyha hideg van, akkor van jég is. Összességében egy nagyon jó verseny volt, hangulatos, a végére kisütött a nap is, én végig élveztem. Szóval csak azt tudom mondani, hogy jövőre évnyitó versenynek mindenképpen gyertek el ide, nincs messze, attól függ, hogy honnan. Nem maradt más hátra, mint hogyha tetszett a videó is. Ebben az évben még lesznek versenyek, és ezt akarjátok látni, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára, a piros feliratkozás gombot megnyomva, illetve ha tetszik a videó, akkor lájkoljátok, osszátok meg, vigyázzatok magatokra, maradjatok egészségesek, sziasztok!